Jó napot kívánok! Ez itt a Konzul főzőiskola. Most a borsos tokányt készítem el. Nézzük, mi kell bele. Alapvetően marhalábszárból készítik, de elkészíthető sertéslapockából és combból is. De a combot nem ajánlom, mert szárazabb. Ezt vékony csíkokra vágjuk, vörös hagyma, amit finomra vágunk, száraz fehér vagy vörös bor. Sertéshez fehéret, marhához vöröset használjunk. Paradicsompüré. Érdemes sűrű konzerveset használni, mert könnyebb lepirítani. Fűszerek. Só, őrölt fekete bors. Fokhagyma. Esetleg köménymag. Egy lábosba olajat teszünk bele a hagymát. Megsózzuk, hogy hamarabb megpiruljon. Mikor megpirult, rátesszük a húst, megborsozzuk. Összekeverjük, hagyjuk a húst pirulni. Ha eleget pirult, hozzátesszük a paradicsompürét. Ezzel is elkeverjük, pár percig pirítjuk tovább. Majd mehet rá egy marék liszt. Mikor ez is megvan, keverjük össze, pirítsuk még egy pár percig. Majd borsozzuk, ráöntjük a fehér bort. Annyit, hogy pont ne lepje el. Keverjük össze, ha nem elég puha a hús, öntsünk rá vizet vagy csontlevet. Az oldalra száradt szószt lekaparhatjuk. Ellenőrizzük, hogy a hús puha-e. Ha nem, öntsünk hozzá még vizet. Ha puha, akkor adjuk hozzá a többi fehér bort. Keverjük el benne, forraljuk ki egyszer, kóstoljuk meg. Ha nem elég fűszeres, fűszerezzük, keverjük el, kóstoljuk meg újra, és hogyha elég finom, és ilyen sűrű, puha a hús, készen vagyunk. Láthatjuk, nem sokban különbözik a sima pörköltől. Csak paradicsompürét teszünk, piros paprika helyett. Remek étel. Érdemes kipróbálni. Köszönöm, hogy velem tartottak, a viszontlátásra. Amennyiben szeretnéd, hogy valamit elkészítsek a közeljövőben, írd meg kommentben, vagy küldj levelet. Amennyiben szeretnél értesítést kapni az újdonságokról, iratkozz föl csatornámra. Köszönöm, hogy velem tartottak, a viszontlátásra.